Aranyosi Péter humorista kapta a 17. Múzsadíjat. 2018 díjazottja szombaton este a Miskolci Nemzeti Színházban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó gálán vette át az elismerést. A karinti gyűrűs művész úgy fogalmazott, hiába lakik Budapesten, most, hogy megkapta a díjat, amíg él, Miskolci marad. Az elismerés odaítéléséről a Múzsadíj Alapítvány közéleti személyekből álló kuratóriuma döntött, amelynek elnöke a Miskolci Egyetem mindenkori rektora. Vörös szűnyegen óriási tapsra vonult be a Miskolci Nemzeti Színház színpadára Aranyosi Péter. Még 2018 novemberében döntötte el a Múzsadíj Alapítvány kuratóriuma, hogy ő kapja a rangos lokálpatriótáknak kijáró elismerést. A Miskolci Múzsadíjat a Miskolci Színvanet ZRT azzal a céllal alapította, hogy a miskolci kulturális művészeti élet maradandó értékeit megőrizze az utókor számára. Az alapító okirat azt is kimondja, hogy azoknak kell ezt a díjat odaítélni, akik Miskolcváros jó hírnevét országosan, külföldön is jelentősen növelik alkotásaikkal, művészi produkcióikkal. Aranyosi Péter Miskolcon született, élt az avasi lakótelepen, és kezdetben nagy rádiókabaré rajongó volt, közben pedig a Miskolci Kabinet zenekarnak szervezett fellépéseket. Elvégezte a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola művelődés szervező szakát is. 16 éven át volt Fábri Sándor asszisztense. Egy ideje ugyan már Budapesten él a karinti gyűrűs művész, a Duma Színház tagja, a Sóder Klub állandó fellépője. Önéletrajzában úgy fogalmazott, lehet bárhol jó a fellépésem, de Miskolc mindig is más lesz számomra. Én itt akarok nyerni, nekem ez a hazai pálya. Én mai napig is miskolci lakos vagyok, tehát én hiába élek Pesten. Ugye úgy szoktam kezdeni az önálló estet, hogy jó estét kívánok, Aranyosi Péter vagyok, Budapesten élő miskolci. Tehát ez alapvető dolog, és most már, hogy megkapom a Múzsadíjat, pedig ők mondták nekem, hogy most már legyek pesti, jelentkezek Pestre, de most már, hogy megkaptam a Múzsadíjat, én most már maradok. Miskolci még élek, azt hiszem. Miskolc alpolgármestere a gálán azt mondta, egy település akkor tud sikeresen fejlődni, ha a város vezetésének elkötelezettsége párosul, az ott élő polgárok és vállalkozások támogatásával és lelkesedésével. Ennek példája a Miskolci Múzsadíj, amelyet már 17. alkalommal adnak át. Fontos, hogy környezetünkben, munkahelyünkön és azon kívül is olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik jó példával járnak előttünk, akikre fel tudunk nézni, akik értékeiken, céljaikon, tettrekészségükön, aktív részvételükön keresztül előre mozdítják, jobbá teszik a világot, akár a családban, akár a kisebb-nagyobb közösségekben, így egy városban is. A Múzsadíjasnak rendezett gálaestre két Duma Színházas meglepetés vendég is érkezett, és színpadra lépett a kezdeteket meghatározó Kabinet RT is.